Üdvözöllek! Ebben az előadásban két változós trigonometrikus összegek alsó és felső becsléseit fogjuk megadni. Az egyváltozós klasszikus egyenlőtlenség még 1910-ből származik, fejjel sejtett, amit egy évvel később Jackson bizonyított. Ez egy úgynevezett pozitivitási tulajdonság. Ennek számos finomítása, javítása és általánosítása található az irodalomban. Az egyik ilyen Kosmidertől származik, a kétváltozós analógia szintén pozitív. Turán 1938-ban egy felső becslést adott rá, Halszerési 2009-ben pedig megadta a lehetséges legjobb konstans felső becslést. A következő trigonometrikus összegre egy lehető legjobb felső becslést, az Kosmider találta. A pinézetotok az tulajdonképpen érthető, hiszen szumma k egyenlő 1-től végtelenig 1 per k négyzet az pi négyzet hatot. Az alsó becslés a mínusz pi négyzet 12-ed, ami egy kicsit nagyobb, mint mínusz 1, viszont itt az x-re, y-ra tettek ilyen korlátozásokat, és a felső összeg is látjuk, hogy egy páros szám. Halszerési 2009-ben bizonyította, hogy igazándiból nem a felső becslés az érdekes, hanem az alsó. Itt az xy már egymástól függetlenül lehet a nulla pi nyílt intervallumban, és a felső index is tetszőleges pozitív egész lehet. Ekkor mínusz pi négyzet 12-nél egy kicsit gyengébb eredmény írható, mínusz 1. Halszerési megvizsgálták még a hnxy-t, amiben tehát koszinusz és szinusz is van. Itt is megtalálták a lehető legjobb konstans felső-alsó becslést. Nézzük, milyen új eredmények vannak. Az fnxy-t x és y-tól függően is, tehát helytől függően meg lehet becsülni, és hát ez az eredmény, ez kisebb egyenlő, mint pi négyzet 8-at, tehát a lehető legjobb konstans becslést azt javítja. Másrészt bizonyos xy értékekre a Turán-féle felső becslésnél is jobbat ad. Nézzük egy általánosítást. Itt annyi az újdonság, hogy szumában megjelenik az AK, amik tehát monoton fogynak, de nem negatívak. Ebben az esetben az alsó becslés a korábbihoz képest egy kicsit bonyolultabban fog kinézni. Ez a kétváltozós polinom írható fel. Ez a kétváltozós polinom, ez elég nehezen áttekinthető. Annyit azért mondhatunk, hogyha feltesszük, hogy az x kisebb egyenlő, mint pi 2-ed, akkor ez pozitív lesz. Ezt a pi 2-edet egy picit, 1-2 századdal, esetleg tizeddel még lehet növelni, akkor is igaz lesz az, hogy pozitív vagy nem negatív ez a trigonometrikus összeg. A Turán-féle felső becslés pedig így javítható. Erről könnyű látni, hogyha mindegyik alká egyenlő egyel, akkor visszakapjuk a Turán-féle felső becslést. A GN az így becsülhető felülről még látszik rögtön, hogy jobb, mint a pi négyzet hatod, igaz, nem konstans, helytől függő becslés ez is. Szükségünk lesz néhány jelölésre. Tau n-re és az alfa n-re. Ebben az esetben ez a trigonometrikus összeg alulról így becsülhető,
ami hát például bizonyos értékek esetén jobb, mint ami eddig ismert. Vannak olyan XY értékek, persze, amikre meg rosszabb. Ez is tehát egy helytől függő becslés. A HNXY pedig így becsülhető felülről, hogyha a helytől függő becslést akarunk adni. És ez bizonyos XY értékekre jobb annál a konstansnál, mint amit alszerési találtak. De bizonyosakra meg rosszabb. Szükségünk lesz még egy jelölésre. Ez a beta n, ami tehát az alfától így függ. Ebben az esetben a HNXY-ra egy ilyen felső becslés adható, ahol a jobboldali egyenlőtlensége, azok a nulla pi négyzetet négy darab háromszögre bontják fel, a háromszögek csúcspontja az nem más, mint a négyzet középpontja. Illetve tartozik ehhez még egy alsó becslés is. Van egy egyváltozós trigonometrikus összeg, ami így néz ki, ennek nézzük az alsó becslését. Ez is egy helytől függő alsó becslés, amelyik időnként jobb, időnként rosszabb, annál, mint hogyha a lehető legjobb konstans alsó becslést írnánk. Végül ennek párja ez az összeg, ez a felső becslés igaz rá, ez az, aminek a bizonyítását részletesen megnézzük. Ahhoz, hogy ezt bebizonyíthassuk, szükségünk van néhány lemmára. Az első ilyen lemma az az, hogy ez a GNX, ez pozitív. Ezt alszerési bizonyította 2009-ben. Erről a GN függvényről egy ilyen érdekes becslést lehet mondani. Ez az egyenlőtlenség, ez jobb, élesebb, mint amit alszerési találtak, finomítani, pontosítani kellett az ő módszerüket. Ha ezt nem tennénk meg, akkor nem tudnánk a tételt bizonyítani. A tétel bizonyításához az a gyengébb, általuk levezetett becslés nem elegendő. Következő felső becslés nagyon érdekes. Itt az újdonság az az, hogy az alfa n az időnként tud kisebb lenni, mint egy. Ez egyel viszonylag egyszerű, ezt legtöbb ember ezzel találkozik, bizonyítással vagy bizonyítás nélkül egyetemi tanulmányai során. A negyedik lemmához nem adtam meg irodalmat, mert ez nagyon sok helyen megtalálható, hogy a reciprok összeg az hogy írható fel. Egy ilyen aszimptotikus forma segítségével. Nézzük akkor a tétel bizonyítását. A GNX parciális szummáció segítségével így alakítható át. Két esetet kell megkülönböztetnünk, amikor az n páros, illetve amikor az n páratlan. Hogyha a harmadik lemmát alkalmazzuk, akkor a következőképpen becsülhetünk. Itt szükségünk lesz ennek az alaknak egy további transformációjára is.
Így írhatjuk át. Ez egy ilyen algebrai átrendezés, de rendkívül hasznos a számunkra. Alkalmazzuk a reciprok összegre vonatkozó negyedik lemmát, P egyenlő egy választással. Ebben az esetben akkor a következőt kapjuk erre az összegre, hogy ez így becsülhető. Miért igaz ez? Itt a igazán érdekes ez az egyenlőtlenség. Látjuk, hogy itt van az alfa 2, ott van az alfa 2, mi történik ezzel? Itt a teta 2 és a teta 1, 0 és 1 közötti számok. Felső beslést szeretnénk, tehát akkor vegyük a teta 1-et nullának, a teta 2-t 1-nek. Igen ám, de itt van a mínusz 1 per 4-en, itt pedig lesz az 1 per 12 m négyzet, és ez minden m nagyobb egyenlő 1 esetén negatív. Ezért itt el lehet ezt a részt hagyni. Annak ellenére, hogy a tető 1 és tető 2 értékét nem ismerjük pontosan. Így jutunk el ehhez a felső becsléshez. Nézzük azt az esetet, mikor az n páratlan. Megint egy kis algebrai átalakításra van szükségünk. Itt is parciális szummációból indulunk ki, és a következő alakot kapjuk. Itt meg kell becsülnünk a zárójelben szereplő mennyiséget. Kicsit átalakítjuk, és ezt kapjuk. A lemma 4-et használjuk megint, P egyenlő 1-jel, viszont kiderül, hogy fel kell tennünk, hogy az M az legalább 3. Tehát az M egyenlő 1, 2 esetek, azok külön diszkusziót igényelnek. M nagyobb egyenlő 3 esetén egy ilyen becslést írhatunk fel. Itt ez a rész az, ami negatív lesz. Ugye konkrétan az alfa 1-et, alfa 2-t ismerjük, ezt pedig meg tudjuk becsülni az előbb látott módon, és akkor ez az egész, ez negatív szám lesz, ezt elhagyhatjuk, és megkapjuk a felső becslést. Tehát ugyanazt kapjuk, ugyanazt a konstanst, mint az előbb. Nézzük az M egyenlő 1 eseteket. Ebben az esetben ez az összeg egész egyszerűen alfa 1-jel egyezik meg, ami 1. Ez a konstans becslés, ez nem javítható, ugyanis erről a függvényről meg lehet állapítani egy egyszerű számolás útján, hogy szigorúan növekedő, és a baloldali határértéke a pi-ben az 1. Nézzük az M egyenlő 2 esetet. Ez egy kicsit több számolást fog igényelni. A G3X az így néz ki. Definiáljuk az F függvényt oly módon, megint leosztjuk pi minusz x-el, és ezt szeretnénk vizsgálni. Így néz ki az Fx függvény. Látjuk, hogy ez is szigorúan monoton növekedő. Ezt fogjuk akkor igazolni. Algebrai, pontosabban trigonometri azonosságok segítségével az fx-et így írhatjuk fel. Tehát ebben már nincsenek 2x-ek, 3x-ek, csak egyszer x-ek. A deriváltja az pedig így néz ki. A nagy fx ilyen alakban írható fel. Azt akarjuk igazolni, hogy a derivált pozitív, tehát elegendő belátnunk, hogy ez a nagy fx, ez pozitív. Ehhez is szükségünk lesz egy kis számolásra. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogy viselkedik ez a függvény. Tehát hol szigorúan monoton növekedő, hol lesz monoton fogyó. Ez lesz a deriváltja. Az előjelre vagyunk kíváncsiak. Tehát a 72 meg a pi minusz x az ugye pozitív számok, tehát a maradékot kell vizsgálni. A kritikus helyeket kell megállapítani, ahol a derivált nulla. Így néz ki az fx függvény. Látjuk, hogy egy darabig szigorúan monoton
fogy, aztán egy picit még fölpattan, kicsit növekszik, végül megint magadon fogy, és itt a pi-ben pedig nulla lesz az értéke. Megállapítva, hogy az f deriváltjának hol vannak az érusei a nulla pi intervallumban, és az előjeleket is megvizsgáljuk, meg a függvény értékeket, akkor azt látjuk, hogy a nullában az f függvény 66 pi, utána szigorúan csökken egy pozitív értékig, ugye 3, mínusz 9,3, szóval 3,3 plusz 32, az egy pozitív szám, utána 2 harmad, 2 pi harmad, az is pozitív szám, odáig visszamegy, és utána megint csökken, de az fp egyenlő nulla. Hát azt következik ebből, hogy a nagy f, az akkor végig pozitív lesz, balról zárt nulla, jobbról nyílt pi intervallumban. Na most akkor ebből már következik, hogy az f, hogyha szigorúan monoton növekszik, jobboldali határíték egy egyszerű számolás, ami azt adja ki, hogy 5-6-ot. És akkor ezzel beláttuk, hogy a G3X az kisebb egyenlő, mint 5-6-ot pi mínusz x. Ezzel tehát sikerült ezt a elemi egyváltozós trigonometrikus összeget így módon megbecsülnünk.